A 49-es főút mentén fekvő Pátyod a járási székhely Csengertől 6 kilométerre található a Szatmári síkságon. A településen közel 700-an élnek, az önkormányzat pedig évi mintegy 300 millió forint költségvetésből gazdálkodik. Az összeg nagysága függ a községben végzett beruházásoktól is, amelyekből az elmúlt évben a legjelentősebb a lakosság szempontjából az orvosi rendelő felújítása volt. Folyamatban lévő pályázatok, amit az elmúlt választási időszakban megörököltünk, egy orvosi rendelő felújítása, illetve energetikai pályázatunk fut két önkormányzati épületre. Választás óta, amit sikerült elnyernünk, kettő mellék utcánknak az újra aszfaltozása, illetve meglévő úszodánknak az újonnan felújításáról döntöttek. A polgármester elmondta, hogy sikerült megállapodniuk egy fiatal orvossal, így májustól Pátyodon be lesz töltve a házi orvosi praxis. A jövőt tekintve pedig szeretnék, ha 18 éves korukig helyben tudnának tanulni a pátyodi fiatalok. Az egyik legfontosabb terv, amit pár éven belül szeretnénk megvalósítani, egy 8 osztályos gimnáziumnak a kialakítása, megvalósítása. Ezen kívül a közterületek, épületek új felújítása, templomok felújítása. A településen lévő kevés vállalkozás a mezőgazdaságban érdekelt. Az önkormányzat igyekszik olyan feltételeket teremteni Pátyodon, amelyek csábítóak lehetnek a vállalkozók számára, így reményeik szerint a jövőben új munkahelyek jöhetnek létre a községben.